főszerepben Marlon Brando, Szabó Sipos Barnabás és Yul Brynner, Koncz Gábor. Bemutatjuk a Morituri című filmet. Janet Margolin, Kisfalvi Krisztina. További magyar hangok. Kránic Lajos, Csankó Zoltán, Szokolai Ottó, Gruber Hugo, Volmut István, Rudas István, Katona Zoltán. Stetter szerepében Trevor Howard, Dobránszky Zoltán. Zenéjét szerezte Jerry Goldsmith. Fényképezte Conrad Hall. Készült Werner Jörg Lüdecke regényéből. A forgatókönyvet írta Daniel Taradas. Rendezte Bernhard Wicki. Morituri te salutant, a halálba menők köszöntenek. A római gladiátorok üdvözlete Cézárnak. Japán 1942. Német nagykövetség, Tokió. Nem, az árulás nem jó szó, uram. Nem érzem annak. Bár azt mondták, én viszem át a következő hajót a blokkádon. Már láttam magam a hajóhídon, ahogy megyünk Japántól egészen Bordóig. Tudja én, hol látom magam? Brémában. Az ágyamban a feleségemmel. Házasan vagy, Kruse? Nem, uram. Akkor Tokióban is jó magának, hm? Tudja, Kruse, a szállítmány kimondhatatlanul fontos nekünk. Ide Müller kapitány tapasztaltsága kell. Nézze csak! Holnap az én tapasztaltságom itt kell, egy új japán tenger alatt járón. Megmutatom a barátainknak, mi a taktikánk az Atlanti-óceánon a szövetségesek ellen. Parancs, végre kell hajtani. Köszönöm a megértését, tengernagy úr. Mindegy, első tiszt valaki vagy tengernagy parancsot teljesít. Egyébként, ha minden a tervek szerint megy, még találkozunk. Uram, Müller kapitány van itt, és türelmetlen. Rossz napom van ma. Mindenki elégedetlen. Engedje be a kapitányt. Wendell tengernagy úr. Nálunk a kapitány maga választja ki az embereit. Maga mit keres itt? Én nem hajózom ezekkel. Két gyilkos. Ketten gyilkosságot kíséreltek meg. Ez meg állami tulajdont fosztogatott. A következő meg politikailag veszélyes. Visszamennek Németországba, hogy megkapják megérdemelt büntetésüket. Sajnálom, nekem nem kellenek. Csak néhány ember, kapitány. Nekem nem... egy bűnöző se kell a hajómra. Egyszerűen nincs több megbízható ember. És hadd emlékeztessem, kapitány. Nincs joga tiltakozni. Herr Kruse, magunkra hagyna egy percre? Maradjon csak, Herr Kruse. Wendell tengernagy úr arra emlékeztet, hogy a hajómat megtorpedózták az Indiai óceánon. Igen, ez köztudott. És hogy a támadás idején túl sok volt bennem a rum. Müller kapitány jelentése szerint 3 napja gyötörte egy begyulladt zápfok. Gyógyszert a kábító hatása miatt nem vett be. Így hát maradt az alkohol. Állítólag az használt is. A torpedó nem tudta, hogy ittam. Nem tudtuk kikérdezni a torpedót. Örüljön, hogy az admiralitás nem vonta meg a bizalmat. Nézze, Müller, vállalja el, és nem lesznek kellemetlen következmények. Vállalok mindenféle következményt. Nem magáról van szó.
Tudja, otthon egyesek úgy vélik, hogy az e fajta magatartás örökletes. A fiam? Az északi tengeren szolgál, ugye? A fiam kiváló tiszt, uram. Az egyik legjobb. Nem tehetik. De igen, tehetik. Ha kell. India. A szállítmány, Mr. Crane, felmérhetetlenül nagy értéket képvisel ebben a háborús világban. Ezt te töröződ és parancsol még te? Nem, köszönöm. A szállítmány, Mr. Crane, gumi. Gumi? Az Ingo nevű hajó Tokióból fut ki, rakterületén 7000 tonna nyers gumival. És 7000 tonna gumi, Mr. Crane, elég lesz a német hadsereg minden járművének, minden kerekéhez legalább 3 hónapig. Nem zavarja a zene? Nem. Meghallgatja a második tételt is? Nem. Látom, a festmény csodája. Még Zürichben vettem ezt a Kirchnert. Nagyon drága volt, de nem tudtam ellenállni. Ön Zürichből származik, Mr. Crane? Igen, a családom ott él. Mr. Crane, magának nincs családja. Maga német, Herr Schröder. Egy brit dominiumon Indiában él, hamis svájci útlevéllel, immár 3 éve. Tartalékos tiszt volt egy német műszaki alakulatnál. Amikor megkapta a behívót, úgy döntött, hogy elhagyja a hazáját. Elszökött Németországból a vagyonával együtt. Az nem lep meg, hogy rájöttek. Csak az, hogy ilyen sokáig tartott. Ó, dehogy. Csak nem volt önre szükségünk. Idáig. Némileg meglepett, hogy nem ajánlotta fel a szolgálatait, hanem eltemetkezett itt. Eltemetkeztem? Szinte megvan mindenem, amire vágytam. Itt vannak a könyveim, a lemezeim, a szerény kis műgyűjteményem, és időről időre meglátogat egy gyönyörű hölgy, és a legnagyobb kincsem a békés magány. Nem szeretném pazarolni a drága idejét. Stetőr ezredes, nem áll szándékomban hajókat robbantani. Nem is akarjuk, hogy ezt felrobbantsa. Épp az ellenkezőjét akarjuk. Azt, hogy óvja meg ezt a hajót. Hogy óvja meg? Herr Schröder, mint tudjuk, a szövetségesek is gumihiánnyal küszködnek. Nekünk is kell az a szállítmány. Minden áron meg kell szereznünk. Jó, de mit várnak tőlem? A német hajók elsüllyesztik magukat, ha az ellenség elfogná őket. De ha egy mérnök, egy robbantási szakértő ott volna a hajón, és leszerelni a tölteteket, a kapitány hiába akarna, nem tudna robbantani. És az illető mérnök hogyan élné túl a kapitány megtréfálását? Ó, előfordul, hogy az eféle kaland rosszul végződik. És ez az általános, hm? De ha sikerül, a kormány rendkívül hálás lesz neki. És ha nem? A németek agyonlövik. Persze jobb volna egy megfelelően képzett katona, de nincs olyan a térségben, aki időben Tokióba érne. Schröder, ha megszerezzük a 7000 tonna gumit, életek ezreit mentjük meg, és hamarabb legyőzzük Hitlert. Stetőr ezredes, eltekintve az akció nyilvánvalóan öngyilkos jellegétől, én nem hiszek abban, hogy a háború megoldja a politikai konfliktusokat. Mit ért el egy háború? Férfiakat, nőket, gyerekeket mészárolnak le, és egy emberöltő után a barátok ellenségek, az ellenségek barátok lesznek, és kezdődik előről az egész tébolyult ciklus. Természetesen nagyra becsülöm nemes szándékát és erőfeszítéseit, hogy megmentse az életek ezreit, de ha megbocsát, én a sajátomat szeretném megóvni. Sajnálattal hallottam, mennyire keresi magát a Gestapo. Mivel ők állítólag kiméletlenebbül bánnak a dezertőrökkel, mint mi. Nem.
házi őrizetben tartják a háború végéig, aztán bíróság elé állítják, ahogy nyilván Angliában is. Tekintse magát a foglyomnak. Esetleg felültetem egy gépre, kap egy ejtőernyőt, és Németország fölött kiugrik. Ugyanakkor egy értékes angol tisztet a németek dobnak le Anglia fölött. A fogolycsere olyan régi, mint a háború maga. De a zsarolás még régebbi. Hm? Azt hittem, a brit birodalom modernebb etikát képvisel. Már megszerveztük, hogy feljusson arra a hajóra Tokióban. Attól még, hogy rajta vagyok, a hajó eljuthat a céljához. Úgy van. Lehet, hogy nem tudja hatástalanítani a bombát, és a hajó felrobban. És akkor ön vízbe fullad. Vagy kimentik a németek, vagy a szövetségesek. Ez esetben ismét a hasznunkra lehet. Stetőrezredes. Ön egy erkölcsi torz szülött. Önnel kapcsolatban nincsenek morális aggájaim. Nem. Attól tartok, önnek ez az akció az egyetlen reménye. Nem talált közönségesebb helyet Kalkuttában? Mondjuk egy nyilvános vécét? Mire számított? Valamivel kifinomultabb helyre. Egy bordélyház jobban megfelel? Ott legalább kapnék némi kárpótlást a kényelmetlenségért. Majd ha visszatér, barátom, ha visszatér. Maga jégszívű az ember. Egy hűvös szigeten születtem. Ezek a személyes tárgyai. Egy fénykép a családjáról. Német pénz. A jegygyűrűje. Gyufa a kedvenc berlini mulatójából. További háttéranyagok, apróságok. A dakszlia. Nincs egy kis savanyú káposzta, vagy egy pár virsli a táskájában? Itt a jelvénye. Ezt állandóan viselje. Maga Standartenführer. Az igen magas rang az SS-ben. Agresszív, goromba, brutális, öntelt alak. Vagyis nem kell személyiséget váltania. Énekel nem kell a Horst Wessel indulót is? Nem, az nem szükséges. Ezt a térképet használják a német kereskedelmi hajó. Az első 3000 mérföld Tokiótól mi ismerjük az útvonalat. Nézze a jelvényét. A 14. hosszúsági és a 175. szélességi foknál. Amint látja, ez egy kör. A széltől és az áramlattól függően a hajójuk 10-14 nap múlva ér ide Japánból. És ebben a körben vár majd magukra az amerikai haditengerészet néhány egysége. Mi van, ha késik a hajóm? Jogos a kérdés. A barátaink a 16. napig várnak. Tehát akár 48 órát is késhet. Ez kedves. A körzetkód neve Kyle köre. Mert az akcióban az önneve is Kyle. Kyle. Hány robbanó töltet van a hajón, és hol keressem őket? Ez a maga dolga. Nem tudhatunk mindent. A legénység úgy tudja, hogy a szokványos útra mennek, a kínai tengeren. Egyelőre csak ön, a kapitány, és én tudjuk, hogy mi az igazi úti célunk. Erre megvan az okunk. Fütyörészik, matróz? Igen, uram. Szeretek fütyülni. Bal szerencsét jelent, ha fütyülnek a hajón. Befejezni! Nem vagyok a hajón!
Uralkodjék magán, Kyle. Elnézést kérek, de igen, tudják, hogy hol a helyük. Hm? Pontosan, tudják, hol a helyük. Jó utat, sok szerencsét. Hey, Ritter. Herr Kyle. Sok szerencsét. Végezd magad. Hongkongban lelépünk. Dr. Amba, sérültet hoznak a fedélzetre. Igen, uram. Maga hol száll le? A hetes ponton. Herr Merkerheit. Igen. A hetes pont után az útirány 76. 76, igen, uram. Rendben. Kapitány! Van szerencsém bemutatni Herr Hans Kite, biztonsági szolgálat 4-es részleg távol-keleti zóna. Igen, már jelezték, hogy lesz egy utasunk. Kijelölt a kabinját? Igen, uram. Remélem kényelmes. Kérdezze meg a doktort, mikor állhat az ember szolgálatba. Nem komoly a sérülése, uram. Menjen, kérdezze meg. Müller kapitány, ha esetleg volna néhány perc arra, hogy... Ha elhagytuk a kikötőt, rengeteg időnk lesz az ismerkedésre, Herr Kyle. Jó, már alig várom, uram. Én nem annyira. Mert tudom, miért van itt a hajómon. Herr Brander, jobb oldali motorok félgőzzel. Jobb oldal félgőzzel! Nézetem szerint a pártkatonák adják a nemzet életerejét. Inkább, mint a hadsereg. Nagyszerű észrevétel. Mm. Ön tagja a pártnak, Herr Kruse? Oh, természetesen. Mm-hmm. Ah, kapitány. Gondolom, most már minden rendben van. Igen. Jó. Már is szolgálatba lépett. Hm? Fölösleges, mert most nem fog begyulladni az ápfogam. Azt hittem, fontosabb dolgokkal foglalkoznak a maguk emberei. Adja a diszkréciót. Herr Kruse tud mindent. De miről? Nos, én megértem, hogy a biztonsági szolgálat elővigyázatos. De nem hiszem, hogy a kapitány italozása összefügg az előző hajójának elvesztésével. Erről nem tudok semmit, de biztosíthatom, hogy nem is ezért vagyok itt. Egyáltalán nem. De azért rajtam tartja a szemét. Nem értem, miféle mániája ez önnek. Ez hosszú út lesz, és reméltem, hogy el tudjuk tölteni. Látom, sakkozik. Szoktam. Esetleg játszhatnánk, nem? Herr Kyle, nekem se időm, se kedvem nincs játszani önnel. Müller kapitány, én... Nem értem a barátságtalanságát. És őszintén szólva, nagyon váratlanul ér. Valami kifogása van az SS ellen? Önök az SS tisztjei bizonyára kiválóak. A szárazföldön. De nekem ezen a hajón dolgoznom kell. És a jelenlétem hogyan befolyásolja a munkáját? Az embereim tudják, hogy itt van és félnek. Ez nevetséges. Nevetséges vagy sem, kérem, tartózkodjék a kabinjában, a fedélzeten vagy a szalomban. Ne zavarja a munkájukat, se az enyémet. Úgy érti, korlátozni kíván abban, hogy járkáljak a hajón? Igen, úgy értem. Az admirális azt mondta, ön utas. Megilletik a jogai,
de a szabályokat be kell tartania. Elmulasztották közölni, hogy a kapitány ilyen rossz modorú. Nagyot hibáztok. Müller kapitány, nem tűröm el ezt a gorombaságot. Azt ajánlom, tanúsítson nagyobb tiszteletet irántam, a rangom iránt és az általam képviselt szervezet iránt. A hajón én vagyok az úr. Itt az enyém a legnagyobb rang. Herr Kruse, ön tanúsítja, hogy a kapitány megsértett, és nem hajlandó együttműködni. Ilyen értelemben teszek majd jelentést Bordóban. Bordóban? Őket csak egy jelentés érdekli, ha elérünk oda, hogy az ingó miután 15 000 mérföldet tett meg ellenséges vizeken, értékes rakományával megérkezett. Bár a kapitány nem sokkozott útközben. Reméltem, hogy baráti lesz a kapcsolatunk. De már látom, hogy nem az. Jó éjszakát! Ha megbocsát, kapitány. A hídra kell mennem. Hergály? Ez felháborító. Igen, az volt. Én kérek elnézést helyette. Ó, ne, ne, nagyon kedves, de nem tartozik önre. És egyébként sem engedelmeskednék neki. Sajnos azt kell mondanom, hogy kénytelen lesz, ugyanis ő a parancsnok. Bordóig. Csak Bordóig. Igen. Jó éjszakát. Jó hét. Harangütésre. Igen, uram. Thank you.
3200, rendben? Biztos, hogy patkány elrágta a vezetéket. Más ételt nem talált ezen a hajón. Estét, uram! Mi van? A madaramat keresem. Maga vak? A gépházban dolgozik? Én vagyok a Szamaras. Hm? Mi a neve? Szamaras? Nem. Így hívják a csörlőkezelőket. Na, igen? Remélem, a madaram nem zavarta. Nem, nem zavar. Magát is őrök hozták fel a hajóra. Igen, uram. És mit követett el? Politikai fogoly vagyok. Politikai fogoly? Persze, hamis a vád. Nem, uram. A vád megalapozott. Tájékoztatni kell őket. Tart beszédet a gyakorlat után? Én, a Führer esküvőjén sem. Szólnak olyan maga. Látta az utasunkat? A kettes poszton kéne lennie. Nincs ott, de biztos tud vigyázni magára. Ó, azt nem kétlem. De a helyén kell lennie. Talán személyes meghívásra vár. Menjen a helyre, doktoramba. Ó, igen.
Herr Keil! A csónakokba! Berakodni! Tisztek és matrózok az előfedélzetre! Tisztek és matrózok az előfedélzetre! Hol volt eddig? A gyakorlaton. Azt mondja, hogy végig itt állt? Nem, dehogy. Nem volt ilyen mellény a kabinomban. Kénytelen voltam keresni egyet. Végül találtam is abban a gépraktárban vagy miben, ami egyébként egy koszos lyuk. Nem számítottunk utasokra. Nem torpedóztak meg, ugye, kapitány? Csak gyakorlat volt. Hm? Biztonsági okokból azt mondtuk, hogy a kínai partok mentén hajózunk. De a célunk más. Az utunk nem néhány napig tart, hanem tovább még 80 napig. Egy francia kikötőbe megyünk, amit dicső katonáink foglaltak el. Mostantól fegyverrel állunk őrségben, és semmilyen kihágást nem tűrünk el. Köszönöm, Herr Kruse. Elég. Nem lesz fegyveres őrség. Az első tiszt félreértette a parancsomat. Akik büntetésre várnak, szintén dolgoznak. Velünk együtt. Oszolj! Elnézést. Én még soha nem vezettem börtönhajót. És most sem fogok. Hogy van az Ajos kis barátja? Jól, uram. Még nem utaztam teherszállítón, de nagyon érdekes. Ez a sok izé... Ez például itt micsoda? A csörlő. Csörlő? Amivel beemeljük a rakományt. Ha igen, ez fogja meg a ládákat. Igen, uram. És hol teszik be? Innen a fedélzetről. Csak előbb ki kell nyitni a nyílásfedeleket. Miért oda lent nem lehetne átvinni az árut az egyik raktárból a másikba? Nem, uram. Nincs köztük ajtó. Legyen óvatos. Nehogy a madara elrepüljön a sirályokkal. Hidd el, mikor elérünk a kikötőbe, egy halott SS lesz a fedélzete. Tessék! Ó, Standartenführer! Jöjjön be! Remélem, nem zavarom. Nem zavar, Standartenführer. Jöjjön le! Köszönöm. Parancsol egy cigarettát? Nem. Nem gyújtok. Kockázatos a lépésem, de azt hiszem nem ismertem félre. Beszélhetek nyíltan? Ó, hogy nem. Úgy vélem, hogy maga sincs elragadtatva ettől a... Ha nem sértem meg, láthatnám a pártak könyvét. A tagkönyvemet? Igen.
A pártak könyvem. Köszönöm. Úgy látom, nem emelkedett a tagdíja. Nem. Engem elképeszt a kereskedelmi flottánál gyakorolt káderpolitika. Itt van ez a Müller, ő a kapitány. Közben pedig maga egy igazi árja. Már bocsánat a szóért. Csak első tiszt. De nem azért jöttem, hogy hízelegjek. Nos, hogy értékeli azt, amit Müller kapitány tett a biztonságért? Biztonság? Úgy viselkedik, minthogyha kimonókat szállítanánk. Pontosan. Nyilván sejti, hogy nem egyszerű utas vagyok. Nyilván. És hogy nem azt kell figyelnem, Müller mennyit iszik. Nekem ellenőriznem kell a hajót, az egészet. És szeretném, ha Müller kapitány nem tudna erről, és más sem. Igen? Volna szíves ezt nekem elintézni? Most én kérem, hogy mutassa a pártak könyvét, Standartenführer. Nem kell így szólítania, amikor... Láthatnám? Igen. Tudja, én örülök, hogy ezt kéri, mert ellenkező esetben azt hinném, hogy ön nem elég éber. Megtudhatom, mi a célja ezzel? Sajnálom, de jelen körülmények közt senkit nem avathatok a bizalmamba. De köszönöm. Hadd utaljak arra a tényre, amivel ön is tisztában van, hogy a hajón politikai foglyok vannak. Hm? És az efféle politikai foglyok nem nagyon bánnák, ha ez a hajó nem érné el Bordót. Szívesen segítenék, Herr Kyle, de megszegni a feletteseim parancsát. Igen, igen, megértem, de amennyiben a támogatásomra lesz szükség. Ezért nagyon hálás vagyok, igazán, de át kell gondolnom. Természetesen, ez érthető. Nyugodtan gondolj át, de remélem, hogy ez köztünk marad. Heil Hitler. Heil Hitler. Nagyon köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Herr Kyle! Herr Kyle! Elnézést, hogy megzavarom, uram, de lehetetlen kívánnak. Én nem mehetek ilyen hosszú útra, szólna az érdekemben, uram. Én nem egészen értem. Nos, vissza kell mennem Tokióba. Forduljon vissza! Ennek kiváló humorérzéke van, doktor Amba. Tudom, hogy képtelenségnek hangzik, és sajnálom, hogy ezzel terhelem, de van néhány komoly problémám. Mindannyiunknak vannak problémái. Igen, Herr Kyle, de az enyémek rendkívül súlyos problémák. Nos, azt javaslom, hogy ússzon vissza. Úgy mindössze 3 hét, és a víz sem hideg ebben az évszakban. Itt a Nagy Rádió, a Fáterland hangja. Zenés üzeneteket közvetítünk a távoli vizeken hajózó bátor harcosainknak. Ez kedves, nem? Megszokja Bronner. Ezt hallja majd egész úton. Örülök, hogy együtt dolgozunk megint, Doki.
Micsoda fickó? Olyan sovány, hogy lötyög rajta a gatya. Bezzegfokvárosban nem volt ilyen jó kedve. Amikor sírva jött hozzám az elhanyagolt nemi betegségével, amiből szinte már ki sem lehetett gyógyítani. Műsorunkat megszakítjuk, hogy felolvassunk egy mindenkit érdeklő közleményt. Az amerikai légierő ma először indított légitámadást német területek ellen. Az okozott károk jelentéktelenek. Vadászgépeink 11 ellenséges bombázót lelőttek. Kitettek maguk el! Igen, de mit számít 11 gép az amcsiknak, amikor 50 ezeret gyártanak évente? Milkerite mindig is pessimista volt, a végletekig. Ha Adolf Hitler háborúra készül, akkor egy holdkóros. Egy barátnőjének írta 35-ben. A lányok megőrzik a leveleket, a gestápó pedig szorgalmasan gyűjti az ilyen dokumentumokat. Ez benne van a szolgálati aktájában, Milkerite. Akkor még fiatal voltam. Ma már nem így gondolkodom. Legyen ez az új meggyőződése tartósabb, Milkerite. És udvaroljon kevésbé szentimentális hölgyeknek. Ismertem egy lányt, még otthon. Ő dalolta ezt. Otthon. 2 éve láttam. Uram! Üzenet Tokióból. Kapcsolják ki a rádiót. Ellenséges hajókat jelentettek a közelében. Álcázza magát brit teherhajónak. Jöjjön velem. Sürgős. Mi a sürgős? Vészhelyzet van. Jöjjön. Gurnezen! Igen, uram. Helyettesítsen itt. Igen, uram. Kruse. Úgy döntöttem, hogy teljes bizalommal leszek önhöz. Ez szabotás. És szakértő munka. Most már tudja, miért vagyok a hajón. Utasítás szerint magamnak kéne elintéznem, de nincs idő. Azt mondja, 12 robbanó töltet van a hajón? Igen. Az nem kevés. 2 vagy 3 is elsüllyesztheti a hajót, mindet meg kell találnom. Jó. Hány töltet van ebben a raktérben? 2. És hol vannak? Az egyik ott, beljebb, a járat végén. Vezessen egy kábel az árbuctól a fedélzetig. Igen, uram!
Az utolsó itt van lent. Mi van a hordókban? Ezekben? Igen. Disznózsír. Zsír? Igen. Pár száz tonna. Okinaváról. Margarinnak, meg gyertyának. Van itt néhány bála ulong tea is. Köszönöm. Mondja, Kruse, honnan lehet robbantani a tölteteket? A kormány fülkéből. A kormányostól? Igen. Gondolom, a kapitánynál van a kulcsa. Persze. Úgy tűnik, ezt nem babrálták meg. Igen, ez jó. Tehát csak kettőt rontottak el a gépházban. A szamaras. Na most elkapom ezt. Merő. Egyelőre csak figyelünk, hogy kik a tettesek. De a kapitánynak szólnunk kell, uram. Semmiképpen. A jelen helyzetben mindenki gyanúsított. Még ön is. Szerencsénk volt, hogy egy magányos amerikai hajót találtunk. Ritkaság. Megint van rádió kapcsolatunk az Ingóval, tengernagyúr. A tervezett úton halad, minden rendben. Hová indult a hajójuk? Ausztráliába. Értem. És mi a foglalkozás? Műtős segéd vagyok. Miért ment Ausztráliába? Egy orvos csapat tagja vagyok. Berlinben született? Igen. És a szülei szintén Németországban születtek? Igen. Na csak. Egy német lány egy ellenséges hajón? Mégis honnan veszi azt a képtelenséget, hogy német vagyok? Ha nem német, akkor mi? Német ellenes. Kapitány, a szerencse velünk van. A köd egyre sűrűbb lesz. Akik átjárnak a blokádon, azt mondják Tokióban. 9 nap út, nagy szerencse. A 10. már kelepce. Igen, uram. Kapitány úr, a szakács föltállalta a strúdot. Jól fog esni egy bögre kávéval. Nézettem a gépeket az emberekkel. A dugattyúk hibátlanok. Fordulatszám rendben. Nagyon unatkozik, Herr Kyle. Itt nincsenek társas játékok, se zenekar. Nem. Elfogalom magam, kapitány. Tanulmányozom a matracom élővilágát. A szelet, a vizet. Igen, azok nagyon kegyesek hozzánk. Bizony, hogy azok. Már is nyertünk egy egész napot. És az öreg botár jól tartja magát. Bizisten kezdem megszeretni. Uram! Hajók a közelben! 2 különböző kód! Nagyon erősek! A jelek erősödnek, uram! Nyilván egymást keresik a kulimázban.
Kruse. Uram. Hajó! Ott van! Én is látom, uram! Hangó D-osztályú. Lambert és Holt. Angolok. Akárcsak mi. Három hajó bal oldalon! Konvoj! Konvoj. És itt vagyunk a közepén. Mit csináljunk, uram? Herr Kruse, 20 fokkal jobbra. Párhuzamosan a konvojjal. Igen, uram. 20 fokkal jobbra. Blöffölünk, fiam. És bízunk a csodában. Kapitány! Nézze! Az a romboló ott egyenesen felénk tart. Amerikai. Benson osztályú. 4 gépágyú, 10 torpedócső. Sebesség 36 csó. Jó. Gratuláljunk nekik! Kapitány úr, néhány perc és... Herr Kruse, általános riadó. De a kürt nélkül. Talán rutin ellenőrzés is elmegy. Mindenki a helyére, kivéve a rádióst, a gépházat és a hidat. Uram, rádió üzenet a rombolóról. Azonosítást kér. Ernissen, közölje vele a Bristol Hinge a konvojban. De lassan és kásásan. Kásásan, uram. Nissen tudja, mit jelent. Menjem. Igen, uram. Kérek egy szivat. Általános riadó, kürt nélkül, mindenki a helyére. Általános riadó, mindenki a helyére. Ezek rögtön rájönnek, hogy kik vagyunk. Hadifogoly táborba küldenek. Talán Havaira, a melegbe. Gyere, aranyom, fogj el! Gyere szépen, ejts minket fogságba. Gyere, gyere! Szamaras, mit áldogálsz? Menjünk! Van egy kis elintézni valóm, de te menj csak. Méter. 350. Fordulásba kezd. Ez elmegy. Ezt megúsztuk. Angoloknak hittek. Nem tudom, mit hittek, de most tényleg rágyújtanék. Tessék, uram! Herr Kruse, megállunk. Értettem, megállunk. Motorok leállnak! Értettem! Motorok leállnak! Hajót elhagyni! Hajót elhagyni!
Hajót elhagyni! Elsüllyesztjük a hajót? Menjen, az az én dolgom. Kapitány, várjon! Maga miért nincs a csónakban? Ne dobja el az életét, hiába. Maga megőrült? A csónakban leszek, mire ez felrobban. Herr Kruse! Csónakok vissza! Mindenki foglalja el a helyét! Uram! Uram! Brunner jelenti, a gépház felkészült. Előre, teljes gőzzel, ami csak belefér. Kormány jobbra. Kormány jobbra, uram! Bele a legnagyobb ködbe. És fürgén eltűnünk innen. Kormányos, mi az irány? 1-1-0, uram. Balra két ponttal. Balra két pont, uram. Herr Merkereit, Herr Kruse. Uram. Útvonalat módosítom. Melyik irányba, uram? A béta útvonalat követjük. Igen, uram. Herr Cordelsen. Igen, uram. A térségben minden hajó tudni fogja, hogy nézünk így. Kérem a fedélzetmestert. Új álcázásra lesz szükség. Igen, uram. Tudja, Kyle. Igen? Én félre ismertem magát. Soha nem hittem volna, hogy aggódna az életemért. Maguk az SS-nél semmibe veszik az emberi életeket. Nos, hogy őszinte legyek, ez ösztönös volt nálam. Mit gondolnak, uraim? Isten vagy a Führer küldte ránk a ködöt? Hála nekik? És a kapitánynak. Igen. Ezt nagyon ügyesen csinálta. Zseniálisan. Igen. Mirkerájt, milyen irányban haladunk? Sajnálom. Az útirány titkos. És rám még mindig vonatkozik ez a biztonsági előírás. Mint navigációs tisztnek. A józan eszére hallgasson! Az ön felelőssége, uram. Nos, Herr Kyle. Ez a jelenlegi pozíciónk. Ez volt a korábbi útirány, nagyjából kelet felé. Ez pedig az új útirányunk. Látja? Van még egy kis kávé? Igen. Kaphatnék én is? Hogyne. Köszönöm. Kér bele cukrot? Igen, egy kanállal. Tessék a kávé. Köszönöm, nagyon kedves. Tehát ez az új útirányunk? Igen, az új útirány. De így sok időt veszítünk, nem? Igen, jó néhány napot. Lejtett a jelvényét. Nem. Csak nem tudok távolságot becsülni a térképen. Szeretném tudni, milyen messze van ez a pont ettől. Aha, értem. Mérjük meg. Tehát innentől idáig az 220 mérföld. Furcsa, hogy ami a térképen csak pár centi, a valóságban Lipcse-Düsseldorf távolság. Igen, így van. Ez a sziget itt, ez nem jelentett veszélyt ránk? Nem, lakatlan. Nincs hadászati értéke. Senkinek se kell. Aha. Furcsa az a hakja, mint egy tengeri csillag. Mi neve? Ez az angol neve. Starfish Island. Igen.
tényleg nagyon érdekes. Még soha... nem láttam ilyet. Kruse, ha megbocsát, most mennem kell. Persze, később visszajövök. Köszönöm. Standartenführer. Valóban az? Jól van. Menjünk a kabinomba. Inkább az enyémbe. Lebukott, uram. Ezt hogy érti? Maga nem akarja, hogy a hajó eljusson Bordóba. Mit akarnak tőlem? Meghallgatjuk az ajánlatát. És ha nem tetszik, ezt átadjuk Kruse-nak, vagy a kapitánynak. Milkerajt, hányan vannak a hajón? Még 4 ember. 4. Tisztek is? Nem. Maga mióta tartozik közéjük? Az álcázás közben beszélgettünk. Mikor láttam a Kürtnél, rájöttem, hogy maga is Hitler ellen van. Tehát hazafiak között vagyok, mi? Az ő esetük más. Németországban kivégzik őket. Más? Magát is kivégzik. Igen, tudom. Nyilván ezért osztottak be erre a hajóra. Nos, tehát egy a célunk, nem kell kapkodnunk. Mindig a robbanó töltetek körül ólálkodik. Igen. Jól láttam? Igen. Hatástalanítom őket. Mi a terve? Már nincs tervem. Eredetileg a szövetségesek csapdája felé tartottunk. Csapda? Igen, amerikai hadihajók várnak ránk, de már nem arra megyünk. És a maguk terve? Nekünk nincs tervünk. Akkor egy esélyünk van. Az a csillag alakú sziget, a... Starfish sziget. Starfish sziget. Milyen messze van? Úgy 3000 mérföldre. Az hány nap? Durván 2 hét. 2 hét? Mennyire közelítjük meg? 70 vagy 80 mérföldnyire. Milkerajt! Egy pillanat, uram! Elnézést, uram, egy kicsit elaludtam. Semmi baj. Milkerajt, jelentést kérek a béta útvonalon várható szelekről és áramlatokról. Igen, uram. És minél előbb? Igen, is meg lesz. Rendben? Igen, uram. Megoldható, hogy a szigethez közeledve vízre tesznek egy gumicsónakot, amin kievezhetünk. Igen, éjszaka. És ha nem látnak meg. De kétséges, hogy elérjük-e a szigetet. Mindegy, akkor sincs más lehetőségünk. Ám 3 töltetet még nem hatástalanítottam. És ezek sem robbanhatnak fel, ha elfogna egy szövetséges hadihajó. Tehát megegyeztünk? Megegyeztünk.
Gépház, állj! Lassítunk. Gépház, állj! Lassítunk. Hajóhidat le. Hajóhidat le, értettem. Hajóhidat le! Gyerünk, emberek, hajóhidat le! Siessen, vagy hagyja abba! A hadifoglyok átszállítása után ismét rádiózási tilalom. Mi, hadifoglyok? Lesz válasz, uram. Igen, hogy Müller kapitány a tengerbe ugrott. Hatástalanítani? Igen, még kettő volt. Üdvözlöm a Krisztina fedélzetét. Köszönöm. Öröm találkozni egy svéd kapitánnyal. Élvezi a semlegességet? Világítanak, mint egy karácsonyfa. Örülök, hogy már nem vagyok angol, hiszen maguk majdnem megtorpedóztak. Az a romboló meg majdnem a fejünkre dobott egy bombát. Folytassák. Mindenki a helyére. Igenis. Mindenki a helyére. Most már látom, miért tiltakozott annyira Tókióban. Átadom önnek a 15 hadifoglyot. A kihallgatási jegyzőkönyvek. Az egyikük nő. Még csak ez kellett. Nagyon érdekes a lány vallomása. Herr Kruse! Uram? A foglyokat vigyék a fedélköz ötösbe. Igen, uram. Gyerünk! Egy pillanat! Herr Kornersen, a nőt nem zárhatjuk össze velük. Egyelőre vigyék az én kabinomba. Wendell tengernagy úr. Tudom, tudom, ez az új rakomány terhes önnek, kapitány. Gondolom ezért nem közölte rádión a találkozó célját. Tartott tőle, hogy megmakacsolom magam? Úgy van, Herr Müller. Tartottam tőle. Meghívhatom önöket egy italra? Igen. Legalább kifejezhetem önnek az elismerésemet, ahogy megszökött a konvojtól, kiváló tengerészre van. Köszönöm. Jól esik azok után, hogy egy szimatot küldtek rám. Egy mit? Jó, akkor játszunk tovább, hogy egy utast küldtek a hajómra. Utast küldtünk? Hitler. Heil Hitler. Wendell tengernagy buskapitány, és az utasunk Herr Hans Keil, a biztonsági szolgálattól. Wendell tengernagy úr, nagyon örvendek. Én is nagyon örülök, Herr Keil. Örvendek. Minket nem értesítettek a megbízatásáról. Nem, ez furcsa. Én átadtam a parancsomat a követségen. Bizonyára. Ez nyilván azután történt, hogy elhagytam Tókiót. Igen, nyilván. Egyébként én most csak mint utas vagyok a hajón. Üljenek le. Köszönöm. Köszönöm. És hol volt Tókió előtt? Erről nem beszélhetek. Titkos küldetés, gondolom. Mondhatjuk így is. Uraim? Fogadni mernék, hogy mikor tengerre szállt, nem hitte, hogy az admiralitás két tisztjével fog találkozni. Igaz? Valóban ezt nem reméltem. Ahogy Bernard Weber barátom szokta mondani, amit nem is képzelsz, az ismeri Weber tábornokot?
Weber? Az SS vezetőképzőből odajárt, nem? Persze, a 38-as évfolyam. Ordenli tábornok volt a parancsnokunk. Ismeri személyesen? Igen. Nagyszerű ember volt. 38-as évfolyam. Magának ismernie kellett Webbert. A politikai osztály vezetője. Weber. Igen, emlékszem rá. Ó, ez angol rózsafa pipa. Remek megfigyelő. Kémelhárítónak kéne lennie. Az vagyok. Valóban? És minket rendkívül érdekelne, hogy mit csinál ezen a hajón. Mit? Semmi igazán érdekeset. Csak utas vagyok. De megtisztelő az érdeklődésük. Tudja, miért furcsa ember ez a Weber tábornok? A politikai osztályvezetője? Igen. Az a furcsa benne, hogy nem létezik. Most találtam ki. Tudom, hogy nem létezik. Uraim, kérem, ne sértődjenek meg ezen, de tudják, a kihallgatási módszerük elég gyerekes. Az iskolában az első két évben tanultuk ezt. De nagyon tetszik, hogy ilyen éberek. És az hogy tetszik, hogy szerintem maga is kitalált személy? Standartenführer Kyle. De uraim, ha nincs itt Herr Kyle, már hajónk sincs. Elsüllyesztettem volna. Már a kapcsolón volt a kezem, és azt hittem magamat is felrobbantom. Meg akart állítani. Amíg vitatkoztunk, jöttek maguk, és kilőtték a rombolót. Ha akkor nem késleltet engem, a 7000 tonna gumi most a tengerfenekén lenne. Jó, Herr Kyle, tett egy szép szentimentális gesztust. Mégis kétségeim vannak. Nem fogok vitatkozni olyasmiről, ami nem tartozik az admiralitásra. Wendell tengernagy úr, megmondom önnek, kertelés nélkül. A biztonsági szolgálat tudni fog az önök fellépésének minden egyes részletéről, világos? Herr Kyle, kikérem magamnak ezt a... Semmi probléma, a rádión megkérdezzük Berlint. Igen, kézenfekvő ötlet. Ez teljesen logikus, hm? Müller kapitány, ön hajlandó jót állni Herr Kyle-ért? Igen. Ennyi elég. Ne zavarjuk ezzel Berlint. Elnézést, ha megsértettük. De tudja, milyen fontos az elővigyázatosság. Hogy ne tudnám. És... Igen, nagy úr. Köszönet a szíves vendéglátásért. Jó éjszakát, Herr Kyle. Azért én megkérdezem Berlint. Holnap ilyenkor már maga is mindent tud. De addig tartsa rajta a szemét. Müller kapitány, köszönöm, amit tett. Nagyon jól esett. Maguk a saját fajtájukban sem bíznak. Élvezze ki ezt a napot, talán az utolsó. Ellenőrzik Berlinben. Az a tiszt, aki kihallgatta, kérdezte a nevét? Nem. Jó. Akkor ezután is tartsa a száját. És mégis, miről hallgassak? Arról, hogy maga... Hogy zsidó vagyok? Nehéz kimondani ezt a szót.
semmi bajom azzal, hogy maga zsidó. Nem választhatjuk meg a szüleinket. Ezt akarja mondani? Nem ezt akarom mondani. Üljön le. Üljön már le. Ő a fiam. Neki tetszene. De azért szívesen szétlőni a fejemet. Sértésnek veszi a méltányosságot. Na, lássuk. A neve Eszter Lévi. A Lévi nem jó. Válaszol mást. Kon? Shapiro? Hosszú út áll előttünk. Hagyja a büszkeségét. Megéri a kényelemért cserébe. És legyek magához kedves? Ha úgy tetszik. Jó. Akkor kérek tűt és cérnát. Rendbe hozom a ruhámat, hogy csinos legyek a koncentrációs táborban. Mire elérjük Bordót, ez a papír eltűnik. És talán egy kis szerencsével maga is eltűnhet. Sajnálom, csak ennyit tehetek. Le akar feküdni velem? Vagy csupa szívjóságból teszi ezt? Nem, kislány, még a pimassága sem térít el attól, hogy úgy bánjak magával, mint az emberi faj egyik tagjával. Jól van. Amerikában egy Godard nevű családnál laktam. Milkright, mivel mindig a hídon van, elkaphatja a kapitány. Egyedül? Bök magával megy. Samaras. Hoffmannal lefegyverezik az őrt a TAT fedélzeten. És hogyan nyerjük meg a foglyokat? Hamarosan beszélek velük, de még nem tudom, hogyan. Szeretném fölmérni a kockázatot, mielőtt bármit... Itt nincs mit fontolgatni. Arra gondoljon, milyen csúnya halott lesz magából, miután Kruse átadja a jelentését a gestapónak. A foglyok nélkül semmi esélyünk. Szerintem velük sincs sok. Ha elfoglaljuk a hajót, két nap az út az amerikai hajókig. Tudja, mi tűnik a legjobb megoldásnak? A Starfish-sziget. Samaras. Azt mondta, kevés az esély, hogy elérjük a szigetet. Az új terv esélye? Picivel több. De most döntenünk kell. Igen. Menjünk. Menjünk. Miss Godard, az úr, Kai Standartenführer. Jó napot. Miss Godard amerikai, de Németországban tanult. Ó, nagyon örülök, hogy velünk utazik. Netán a jelvényem az, ami zavarja? Melyik a kabinom? Ez itt. Látom, osztja a kapitány véleményét az SS-ről. De mint a kapitánynak is mondtam, ez hosszú út lesz. Igen. És nehéz sok partnereket találni, Herr Kai. Igen, úgy tűnik. Miss Godard? Miss Godard? Ki az? Hans Keil vagyok. Beszélhetnék önnel? Van egy kis rés az ajtó alatt. Maguk azon át is be tudnak mászni. Minden reggel 7-kor egy tiszt és két matróz kiengedi sétálni a foglyokat. Utána a fegyvereket ismét el kell zárni. Az éjszaka rájuk zárták a fedélzeti nyílás ajtaját. Félig megfőttek.
Mától a raktárfedél félre lesz húzva, és a fedélzeti őr fegyverrel őrködjön. A saját érdekeinkre ügyeltem. Nem az ellenségére. Helyes. De ez a látvány elveszi az étvágyomat. Ahogy kívánja, uram. Ezen a fedélzet részen sétálnak. A hajó más részére nem mehetnek. Gyerünk már! Együtt kell maradni. Mindig az őrök látókörében. Ne vitatkozzon, gyerünk tovább! Hallgassák meg a panaszait! Nem kéne elintézni őket. Szeretném látni, amikor ráveszi őket az együttműködésre gestápos. Nagy élmény lesz, amikor ellátogatunk Amerikába, igaz? Az csodálatos lesz. De előbb a reggel. Sétáljanak! Tovább! Menjenek tovább! Hívja doktor Ambát! A gyengélkedőre, vigyék! Maga, velük megy! Kapitány úr, baj van! Egy fogoly megsebesült, és nem tudjuk felébreszteni doktor Ambát! Hozza a morfiumot! Biztosan fáj, de nem annyira, ahogy előadja. Mi baj van? Itt nincs morfium. Mindjárt lesz. Maga ápolónő. Most segíthet. Maga itt van fent, mi meg abban a lyukban. Maguk aztán tudnak helyezkedni. Hallgass! Add meg nekik ezt az aljas mocskolódást. Micsoda? Miről beszél? Arról, hogy zsidó vagyok. Hol van a morfium? A láz teljesen legyengített. Hol van a morfium, doktor Amba? Morfium? Itt nincs morfium. Ne! Az enyém! Az enyém! Én hoztam fel a hajóra, én vettem, az enyém! Mind az enyém! A személyes tulajdonom! Ne! Ezt nem teheti, ne vigye el! Meghalok nélküle, ne! Túlili, doktor Amba! Azt mondták, a kínai partok mentén hajózunk néhány napig. De becsaptak. El kellett vennem. Kellett. Kitisztítsam a sebét. Egy zsidó szukára bízzuk az orvosi szobát. Miss Lévi tökéletesen alkalmas a feladatra. Miss Lévi? Maga tudta? És milyen hatással lesz ez az emberekre, ha? A zsidóság nem ragályos. Magának mi az álláspontja? Szerintem maga megőrült, de mivel maga a hajó ura... Az vagyok. Lássa el a sebet, jobban ért hozzá, mint én. És továbbra is luxus kabinban lakik? És a szalomban eszik velünk? Ennyi megillet egy hölgyet. De ha képtelen elviselni, ő étkezhet a saját kabinjában. Ennek következményei lesznek, tudja? Ezt már hallottam. Mit gondol, ha minden német így viselkedne? Hol tartana ma az ország? Talán előbbre, mint most. Egy párttagnak mondja ez? Ez nem egy pártiroda. Emlékeztetem, hogy ellenem nem hozhat fel semmit. Ne akarjon feldühíteni. Még egy korty jamaikai rumot sem. Na ide figyeljem! Öreg tengerész vagyok, nem tud nekem újat mondani. Vállalom a felelősséget mindenért. Maguk, fiatalok, elkápráztatták a világot. Ez a maguk ideje, tudom.
De hogy megvalósítsák az álmukat, több kell, mint a kegyetlenség. Meg kéne tanulniuk irgalmasnak lenni. Mit tud maga a mi álmainkról? Most már jó. Köszönöm. Nem bántom. Nem fogom bántani, csak figyeljen. Hallgat és figyel. A Sikit az életét kockáztathatja. Értse meg, német vagyok, de nem SS tiszt. A brit elhárításnak dolgozom. El akarom foglalni a hajót. Most elveszem a kezem a szájáról, de ne sikítson. Ne sikítson. Nem vagyok SS tiszt. A brit elhárításnak dolgozom, és el akarom foglalni a hajót. Nem hiszek magának. Nem tehet mást. Maga zsidó és Németországba viszik. Ha élni akar, szüksége van rám. És nekem is magára. Hogy tudnék én segíteni? Az amerikaiak nélkül nem tudom elfoglalni a hajót. Maga a kapcsolatom hozzájuk. És miért nem beszél velük? Megpróbálom. De engem hamarosan lelepleznek Berlinben. És ha az üzenet ma este 8-ig megérkezik, magának kell meggyőznie a hadifoglyokat. Az én embereimnek nem hinnének. Ha sikerül a tervünk, számunkra véget ér ez az elmebeteg háború. Ez a háború őrültség. Minden háború őrültség. Egyik olyan, mint a másik. Mégis itt van. Nem jó szántamból. Megzsaroltak a britek, hogy megfosztanak Mozarttól. Nem érdekel a háború, nem érdekel ki győz és ki veszít. De az igen, hogy mit tehetnek velem. Magának fogalma sincs arról, hogy mire képes a gestapo. Ó, talán azt mondják, hogy szeretkeznem kell a bátyámmal. Erre is kényszerítetnek? És lehet, hogy meg is ölnék Bernit, ha nem hajlandó megtenni ezt. És talán utána arra kényszerítenének, hogy a kedvüket töltsem, mind a 17-üknek. Órákon át! Csendesen, nyugodjon meg! Halkan! Amíg maga békésen hallgatta Mozartot, az anyámat és az apámat bevitték egy gázkamrába, és megölték őket. Maga beszél nekem a gestapóról! Kénnen! Hallgasson! Üzenet, Emil Brinkmann tengerészkodéknak, az apja Franz Brinkmann tábornok, kapta a kardokkal ékesített lovas keresztet. Remélem, Mark Light hadmérnök is a rádió előtt ül, mert a bátyja, Martin Light őrnagy, ugyancsak lovas keresztet kapott. Jó hír a távol-keleten hajózó Rolf Müller kapitánynak, a fia Karl Müller hadnagy, egy torpedóromboló parancsnoka, 3 hónapon belül már az 5. ellenséges hajót süllyesztette el, és ezzel ő is kiérdemelte a lovak keresztet. Ez csodálatos. Gratulálok a fiához, kapitán. Ezt meg kell ünnepelnünk. Uram, ez a kitüntetés mindannyiunknak megtiszteltetés. Nagyon kedves Herkúze, köszönöm. A Karapisz, lássuk, mekkora hajó volt az. Ebben biztos benne van. Gratulálok, kapitány. Büszke lehet a fiára. Köszönöm, Herkány. Jöjjenek be, uraim. Engedje meg! Hát csodálatos haditek! A Karapisz a 131. oldalon van, uram. Kórházhajók. Karapisz. Hey, Hitler! Hey! Éljen a lovak közt! Részeg, nincs eszénél. Hey! A
legénység is hallja magát. Beszéljen a következményekről. Mik a következmények, he? Mondja ki az ítéletet. Lehet rosszabb, mint maga mellett harcolni? Az nem bűn. Szegény bolond. Fölemelte a szavát ellenük. Nem számolt a következményekkel. Csodálatos lenne, ha kiderülne, hogy maga nem is SS tiszt. Magát is átváltoztatják, kannibállá. A legnagyszerűbb, legkedvesebb fiú. Hey, kannibálok! Hey! Hey! Vissza a helyükre, mindenki! Jöjjön velem. Minden tiszt azonnal jöjjön a szalomba, megértette? Igen, uram. Előállt a helyzet, amiről beszéltünk. Maga lesz a tanú. Most menjen. Rosszul állnak a dolgok. Kyle nem tud menni. Jó, megyek. Igaz, nagyon berúgott, de kiózanodik. Ezt írtam a hajónaplóba. Müller kapitány mentálisan és fizikailag alkalmatlan, alkoholos befolyásoltsága miatt. Dr. Amba igazolja ezt. Aha, pont egy morfinista állítja fel a diagnózist. Herr Brenner, Müller állapota krónikus. Az előző hajóját is ezért torpedozták meg. Ezt nehéz elhinni. Herr Kyle? Igen. Nagyon sajnálatos, de így van. A jelen helyzetben Herr Kruse-t kell követnünk. Küldetésünk érdekében átveszem a parancsnokságot. Közöljék a legénységgel. Lelépni! Herr Kruse, kapitány! Az egészségem miatt Müller nem értette meg. Szükségem van morfiumra. Tudom, mire van szüksége, nem morfiumra. Ez a nő megpróbált bejutni a hadifoglyokhoz. Igen. Talán nagyon szeretne köztük lenni. Zárják össze a többi fogoljat. Vihetik. Nem akartam beszólni, de ez felháborít. Köszönöm a segítségét, Herr Kyle. Kérem. Fedélzetmester? Igen, uram. Igen, mondták, hogy ön az új kapitány. Így van. Tessék. Varja fel a negyedik stráfot. Ez előírás. Igen, uram. Készültek. Igen, remélem. De mi van, ha a lány nem győzi meg a foglyokat? Akkor megpróbálok bejutni hozzájuk, és rábeszélem őket. Jól van, de az idő megtelik. Tegyük fel, hogy hiszünk állnak. De mi a terve? Maguk tüzet gyújtanak, és elkezdenek ordítani. Felmásznak a létrán, kiengedik magukat, és szétszóródnak. Megőrült kisasszonyka. Puskákkal várnak, és halomra lőnek. Nem, a tűz miatt pánikba esnek, és Kyle-ék legyűrik őket. Ordítozással nem lehet győzni, fegyver kell. Lesz fegyverük. Puska, honnan szereznek puskát? Az egyik tiszt velünk van.
Elveszi a kapitánytól a fegyverszoba kulcsát. Őrültség ez a terv! Csinálják egyedül! Kevesen vannak, 9-40 ellen. Na és? Ha csatlakozunk mi, akkor is ők lesznek túlerőben. De tegyük fel, hogy elérjük Kai körét. Megkínálnak kávéval, és első osztályon utazunk haza. És aztán? Aztán eszméletlenül berúgunk. Hazzunk egy hónap, minden soros fordulóban. Jó, jó. Nézzük, ott vannak még a lányok a sentibárban. Jó, ne legyél már akkor a hős. Oké, ünnepelnek, kapunk 2 hét szabadságot, de utána visszaküldenek a frontra. Úszhatunk az égő olajban, míg meg nem sülünk. Azt mondom, szavazzunk, én mellettem vagyok. Én mellettem vagyok. Ne, előttem szavazzunk. Én még nem tudom. Ellene vagyok, kicsések ellenem van igaza. Nem így megyek, nem igaz. Ugyan már. Nem, ti sem mentek. Ha elszúrjátok, minket is lelőnek. Dehogy lőnek. Dehogy nem. Azt hiszed, téged felkötnek, én meg puszit kapok, mert nyugton maradtam? Figyelj, ez nem erről szó. Ha te tüzet gyújtasz, halál biztos, hogy bennünket is megbüntetnek. Igaza van! Nézzel, sajnálom. Mi vállalnánk a veszélyt, de mindenkinek kellene. Én a fogolytábor veszélyét vállalom inkább. Én meg a nemi betegséget. Én is megkockáztatom. Én nem kell, is. Hogy megijednie, kedves fiúk vagyunk ám. Bizony. Csak eddig nagyon fent hordta az orrocskáját. Sajnálta az időt egy kis szórakozásra. De most már rengeteg időnk van, aranyoskám. Nem orváskod, egyed be! Hagyjátok a fát! Abba hagyni! Te csak egy valamire vagy jó. Megkaphatja, amit akar. Maga is. Maga is, ha csatlakozik a többséghez. De tartsák meg a szavukat. Megígéri. Thank you.
Herr Kruse? Igen? Uram, rádióüzenet Wendeltenger nagytól. Wendeltől? Köszönöm. Lássuk akkor, ki ez a Herr Kai. Volna szíves közölni, hogy miért hívta éppen magát? Na, kezdhetem a következőt. Látod? Megcsinálta. Igen, itt Brunner! Szamaras, a fegyverszobába! Jól van. Kapják el azt a kettőt. Brunner! Kutassák át a gépházat. Hornelsen, az első fedélzetet. Van egy gumicsónak, nem messze. Átdobjuk a korláton és utána ugrunk. 2 perc múlva már nem is látnak. Menjünk. Meg tudja csinálni? Miért nem? Felrobbantam a hajót. Jól. Látta valaki a madaramat? Nem tudom, hová tűnt. Ez a buta utálja a puskaropogást. Halálra rémült tőle. Hol van Kyle? Hol van Kyle? Kyle. Hol van Kyle? Hol van Kyle? Elrejtőzött a gépházban. Gyerünk! Zárja be a foglyokat! Igen is!
nézzék meg a csónakokat! Kapitány. Tehát Wendell jól gondolta. Igen. De erre most nincs időnk. Miért nincs? A tervének vége. Még nem. Maga azt mondta, hogy a legnagyobb büntetés együtt harcolni az olyanokkal, mint Kruse. Most választhat. Amerikai hadihajók várnak ránk. A találkozási pont a 14. hosszúsági és a 175. szélességi fognál. Mi a válasz? Történjen bármi, áruló nem leszek. Ahogy a fia sem. Kifelé. Menjen innen. Jó. Megyek. Itt van, a hídon! Föl, kifelé! Futás! Vagyok, ahol lennem kell. Én itt maradok. Szálljanak csónakba! Kapitány! Tegye, amit mondtam! Thank you.
Müller kapitány. Kyle, nincs szüksége arra a tutajra. De miért nincs? Mi történt? Nézze, a zsír. Kifolyt és amikor megdermedt, eltömte a léget. Mennyi ideig maradhatunk a felszínen? Hát, 2 órája tart. Talán még 2-ig, talán 10-ig, ha a hajótest bírja. 10 óra. Milyen irányban sodródunk? Odáig napokig kéne sodródni. Egy hadihajó teljes gőzzel 6-7 óra alatt érne ide. Müller kapitány, túl nagy kérés lenne, hogy elküldjön egy rádióüzenetet? Nem elegáns kérés, Herr Kyle. De csodálom a bátorságát. Én is a lelki erejét, Müller. Hiszen látja, hogy a fiát érzéketlen fanatikussá teszik. És mégis képes hinni a Vaterland zavaros eszméjében. Irigylem, bár én tudnék így hinni valamiben. Ha nem hisz semmiben, miért robbantotta fel a hajót? Ez már úgyis mindegy. A Magyar Televízió részvénytársaság megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.